Volt egy király, annak volt három lány. Na, egy a király el akar menni a vásárba. Azt mondja a lányainak. Na lányaim, mit hozzak nektek a vásárbú? Milyen vásárfiát? Azt mondja a legöregebb. Nekem, édesapám, hozzál egy aranyruhát, de olyan könnyű legyen, mint a bikanyál, amit a szél visz. Azt mondja a középső. Nekem egy ezüstcipőt, de olyan hangja legyen, mikor lépek, mint a csöngetjűnek. Azt mondja a király, jó van, hát, hát neked édes legkisebb lányom, mit hozzak a vásárból, mert a legkisebb volt, a legszebb is. Azt, azt csak hallgat. Azt mondja a lány. Nekem, édesapám, hozzon egy olyan virágot, ami öt perc alatt a duplájára megbír nyőni. Hát, elment a király a vásárba. Már harmadnapja oda van, mert akkor még nem egy napig tartottak a vásárok. De aztán ugye csak hazagyűn. Hozza a legöregebb lányának az aranyruhát, a középsőnek az ezüstcipőt, a legkisebbnek meg a mondja. neked kis jányom, nem bírtam teljesíteni a kívánságot, akárhogy akartam. kerestem az egész vásárt. Olyan virág, ami öt perc alatt a duplájára megnyőne, olyan nincs is. Hiába locsóták ottan. Kívánja, amit akarsz. Amit teljesíteni bírok, neked teljesítem. Azt mondja a lány. Dehogy se nincs, édesapám. Hiál csak ide János kocsisunkat, majd megmutatom. Behijákozt a királylány, meg csak elkapja a, a csili bunkóját neki az meg elkezd ám tagadni. Na lássa, édesapám, hogy van olyan virág. Nem is köllött öt perc, azt megnyőtt a duplájára. Csak úgy nyílik a rózsája neki. Hát még mikor az én cserepembe ültessük. Hát, ha neked ez a kívánságod, az mondja a király, egye meg a fene, nem bánom. Legyen a tied. Így lett a János kocsisé a legkisebb királylányé. Aztán <laughs> ütedgetették.